Kínai delegáció érkezik a megyeházára. A találkozón a Fejér-megyei kormányhivatal vezetője és a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a delegációt. A kínai fejlesztési tanács elnök helyettese odalá jó pár potenciális befektetővel azzal a célral érkezett Fejér-megyébe, hogy feltérképezze a gazdasági kapcsolatokat és a lehetséges együttműködési lehetőségekről informálódjon. Nemrég érkeztek, amit eddig láttak, tetszett nekik. Kína és Magyarország régóta baráti kapcsolatban áll. Ugyan eltérő a két ország gazdasági fejlődése, de egyre több kínai vállalkozásban mutatkozik igény külföldi fejlődésre, befektetésre. Jelenleg keresjük az együttműködési lehetőségeket a régiójukban, és ennek megfelelően tájékoztatjuk majd Kínában a vállalkozókat az itteni lehetőségekről. Sok vállalkozás kifejezetten Magyarországon szeretne beszállni projektekbe. Több mint ezer tagunkból összeálltunk egy adatbázis a megyei vállalkozók is képviseltették magukat, mint a Fejér megyei VOSZ elnöke elmondta, az ázsiai ország képviselői széles spektrumban gondolkoznak. Akkor fontos nekik Magyarország, ha az itteni vállalkozók tudnak számukra fejleszteni. Alapvetően Kínának akkor fontos Magyarország, amikor itt mi tudunk fejleszteni, és innen a kifejlesztett termék tovább tud az Európai Unióba, illetve a velünk kapcsolatban lévő államokba exportra kerülni. Tehát mi azt preferálnánk, hogy Magyarország beruházásokat, konkrétan Fejér megyei, Fejérvár környéki, Fejér megyei beruházásokat, együttműködéseket kezdeményezzünk. tehát több mint ezer tagunkat fogjuk mozgósítani. A delegáció figyelmét ez a fehérvári fejlesztésű elektromos autó már fel is keltette. Maga a technológia volt érdekes számukra. A kocsi minden versenyt megnyert eddig, ahova benevezett, a vezérlés az akkumulátor és az elektromos motor miatt különleges, valamint nem szennyezi a levegőt sem. Ha a nemrégiben megkezdődött tárgyalások eredményesen végződnek, elképzelhető, hogy fehérvári fejlesztés kerül majd a világ vezető automárkáinak motorjába.